az alkotások készültek. 90 darab alkotás. Eddig a Petőfi Telepi Művelődési Házban voltak kiállítva, most pedig áthoztuk ide a mi templomunkba, hogy itt is megnézhessék a testvérek ezeket. Majd Isten tisztelet után ne tessenek elszaladni, hanem egy kicsit tessenek megnézni ezeket a kis alkotásokat. Óvodástól általános iskolás korosztály készítette. A képeket értékeltük is, a gyerekek megkapták már a jutalmukat, értük, és most végül egy közönségszavazást is bonyolítottunk le az interneten, és ennek a közönségszavazásnak is lett díja. A családok lájkolhatták az interneten, a Művelődési Ház Facebook oldalán ezeket a kis alkotásokat, mert egyenként lelettek fényképezve, és föl vannak oda téve. És a jövő héten szeretnénk elhívni azokat a családokat, akik a legtöbb tetszik szavazatot összegyűjtötték a képekre. Ott körülbelül középtájon látható a mi református templomunk. Kotogány nevezető kisfiú alkotta, ő több mint 600 lájkot tudott begyűjteni, és ugyanígy volt egy másik kép is, egy hatalmas nagy kakas látunk a templom tetején, az is egy, ők is több mint 600 szavazatot tudtak begyűjteni, illetve a hátsó kép, ami ott látható, az a nagy kép, ami a Betlehemet ábrázolja, ő is nagyon sok szavazatot gyűjtött be. Ezeket a családokat szeretnénk elvinni jövő héten, és a gyerekeknek átadni egy-egy kis jutalmat. Ilyen kedves alkalom lesz a következő héten is az Isten tisztelet. Milyen háttérinformációkkal csöndesedjünk el, és a 162. dicséretet lapozzuk föl. Mindig jöttünk nagy örömben, felségesen.